Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Ma megmutatom nektek, hogyan készítek egyszerűen horgolt textilzsákot. Az elkészítési útmutatót a videó leírásában megtaláljátok. A textilzsákok tökéletesen ki tudják váltani az egyszer használatos, rövid idő után, akár pár perc után eldobásra ítélt műanyag zacskókat. Ez egy nagyon kicsi lépés a hulladékmentes életmód felé, de hiszem, hogy minden kis lépés számít. A textil, vagy horgolt, vagy akár kötött zsákok használatával már el is lehet indulni egy környezettudatosabb életmód felé. Nagyon fontos azonban, hogy csak annyit vásároljatok, amennyire valóban szükségetek van. A horgolt zsák és egyébként is a használati tárgyaim elkészítésénél nagyon fontos szempont az is, hogy a felhasznált alapanyag is tudatosan kerüljön kiválasztásra. Így ezzel az aprósággal is hozzájárulok az ökológiai lábnyomom csökkentéséhez. Most például a városban egy használt ruhaüzletből vásároltam ezt a szép kék anyagot, tulajdonképpen ez egy 100% pamut kötött pulóver, amit vissza fogok fejteni, és a fonalat fogom használni a horgolt zsák elkészítéséhez. A zsák elkészítésének teljes folyamatában a legnehezebb dolgom akkor volt, amikor a pulóver oldalait szét kellett bontanom és visszafejtenem a fonalat. Igazság szerint soha nem tanultam horgolni, kötni anyukám megtanított, amikor gyerek voltam, de horgolni az internetről tanultam. Így elég korlátozottak a képességeim, éppen ezért ez a textilzsák, amit ma készítek, viszonylag egyszerű horgolási technikával készül. A legkomplikáltabb része talán az eleje, amikor ezt a bizonyos mágikus kört kell kialakítani. A mágikus kör első lépéseként egy hurkot készítünk, majd innen indítjuk a 6 szemes kört. A mágikus kör azért mágikus, mert miután elkészültünk a 6 szem lehorgolásával, ezzel a kis szárral kör alakra tudjuk húzni a 6 szemet. Az első körben minden egyes szembe duplán fogunk hurkolni,
tulajdonképpen kis pálcákat kell horgolni, ami a lehető legegyszerűbb horgolási technika. A végére, a kör végére 12 szemet kapunk. A második körnél minden második szemet duplázzuk, azaz az első szem egy kis pálca, aztán a következőnél egy szaporítás, ahol duplát horgolunk. Így a végére 18 szemet kapunk. A második kör végére eljött az idő, hogy egy eltérő színű fonaldarabkával jelzőszálat készítsünk. Ez fogja megmutatni nekünk, hogy honnan indul mindig a kör. A harmadik körnél minden egyes szemnél kettő láncszemmel kezdünk, amit a soron következő szemhez fogunk hozzáhorgolni. Tulajdonképpen ezt a módszert fogjuk követni egész végig a zsák elkészítésében, ezzel egyfajta nagyon egyszerű hálós csipke mintát tudunk kialakítani. Innentől kezdve minden egyes körnél egyel növeljük a láncszemeket. Az előbb két láncszemes kört készítettünk, majd három szemeset, és így haladunk el egészen addig, amíg a méretét megfelelőnek nem találjuk. A technikáját tekintve először elkészül a megfelelő számú láncszemsor, majd belehorgolunk a következő lukba, amit még az előző körben készítettünk. Miután elég nagynak érezzük a zsák alját, elkezdhetjük a láncszemek szálának megtartását. Én 5 szemig növeltem a zsáknak az alját, majd amikor elértem az 5 láncszemes méretet, onnantól kezdve megtartottam ezt az 5 láncszemet, és így a henger formát kapott a zsákunk. Addig folytattam a körbehorgolást, amíg a zsáknak a magassága, teljes mérete megfelelő nem lett. Amíg növekszik a zsáknak a mérete, addig szeretném elmondani nektek, hogy amit használok fonal, az egy használt ruhaboltból vásárolt kékszínű 100% pamut pulóverből lett visszafejtve. Ezt azért tartom fontosnak, mert habár valószínűleg a festéke nem növényi festék, de mégis jóval kevesebb szennyezőanyagot tartalmaz azáltal, hogy teljesen természetes anyagból van, hiszen a tiszta pamut így akár még le is tud bomlani a természetben. Azt gondolom, hogy ez sokkal jobb választás, mint bármi olyan más textil, más alapanyag, ami műszálat tartalmaz, hiszen a mikroszálak, a mikroműanyagok szennyezése egyre komolyabb problémát okoz. Ha elértük a zsák számunkra megfelelő méretét, akkor már nincs más hátra, csak le kell zárnunk a zsákot. Ezt pedig a következőképpen tesszük. Minden egyes hálós részbe 4 darab szemet fogunk teljesen simán, rövid pálcával belehorgolni. Így kap egy keretet a zsáknak a szája.
Utolsó lépésként pedig elkészítjük azt a sort, ahol kis lukakba fogjuk tudni majd a szalagot befűzni, hogy összezárható legyen a zsák szája. Ehhez két láncszemet horgolunk, amit lekötünk, lehorgolunk a következő szembe, majd két üres rövid pálca, majd ismét következik a két láncszem. Így a két rövid pálca és a két láncszem váltogatásával kis lukakat fogunk kapni, ebbe tudjuk a szalagot vagy bármilyen zsinort befűzni, így a zsák szája összehúzható lesz. A videóban bemutatott horgolt zsák pontos elkészítési útmutatóját a videó leírásában megtaláljátok. Remélem, hogy kiigazodtok rajta, és tényleg nagyon egyszerű elkészíteni, én azt gondolom, úgyhogy bátran vágjatok bele. Ha esetleg megakadtok, vagy valamit nem értetek benne, akkor egész nyugodtan írjátok meg kommentben, igyekszem minél előbb segíteni. Köszönöm, hogy ezen a vasárnapon is velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor megköszönöm, hogyha ezt egy lájkkal jelzitek. Ha pedig feliratkoztok a csatornámra, akkor biztos nem maradtok le a következő videókról. Örömteli horgolást és kézimunkázást kívánok nektek! Sziasztok!